Na, elindult a töltés. Hát ugye fura állítottam be a... Ugye 112 kW-tal töltünk. 735 km/h sebességgel. Elképesztő. Úgyhogy van még benne 178. Tehát most pont így adtak, hogy nem 100 alatt vagyok, hanem 100 fölött. Hál' Isten, még mindig ingyenes, ugye látható. Igen, igen. Úgyhogy, na, Teslával kapcsolatban van esetleg kérdésed? Hát egy olyan vagy a performance-szal kapcsolatban? Így van. Tehát mondjuk a performance-szal kapcsolatban az ennek kérdésem, hogy miért ezt a modellt választottad, mondjuk egy long range, ugyanúgyan Model 3. Az képest ugye, ami egy kicsit talán többet megy el, ugye nyilván a kettő autónak a teljesítménye, ugye a performance javára, ugye jól tudom, egy 100 lóerővel több, vagy talán egy kicsit több is, de ugye kicsit kevesebbet is megy el, amiatt, hogy miért erre esett a döntésed. Hát több oka volt. Volt egy nagyon pici lamentálás abba, hogy melyiket válasszam, de nagyon hamar a performance felé dőlt a mérleg. Én elsősorban ugye ilyen prezentációs célokból választottam ezt az autót. Megmondom őszintén, hogy én a saját költségkereten belül azért ez egy kicsit vállalkozási jelleggel bevállalás volt. Szóval egy erősebb költséget vállaltam be, mint ami kényelmes lett volna a jövedelmemhez képest. És azt az elképzelést szeretném megvalósítani, rajta vagyok az oldalon, most már finishben van, hogy szeretnék minél több iskolába eljutni, általános iskolába, középiskolába, ahol tartok egy, már ugye voltam, egy 45 perces előadást a lokális szennyezésről. Ugye a lokális szennyezés esetében ugye elég gyorsan el lehet jutni az elektromos autózás irányába, és nyilván a Tesla is nagyon könnyen szóba kerül, mert ha van egy Teslád és elgurulsz egy busz megálló előtt, ahol fiatalok vannak, akik suliba jöttek, akkor úgy csavarodik a fejük, mintha a fiúk egy jó csajt láttak volna. Úgyhogy, és hát utána pedig, amikor vége van az előadásnak, akkor meg is kocsikáztatom az egész osztályt. Tehát, hogy négyesével beülnek, és akkor egy ilyen 10 percet megyünk, nyilván egy gyorsulás, hogy milyen élmény egy Model 3 performance-ba, és hát ugye ez lenne a csali, mert ugye a környezetvédelmet a fiatalok fejébe installálni. Nehéz a mai. Hát, fia, van érdeklődés, azért van nyitottak igen, ők, tehát több. Úgy nőnek föl, de másképp figyelnek, hogyha azt mondod nekik, hogy figyelj, lesz egy 45 perces előadás, utána lesz egy ilyen kis, lesz egy felmérés utána, hogy mit, hogy figyeltél el, hogy mi hangzik el. És ha jól kitöltitek ezt a kis felmérőt, kis akkor lehetőség lesz, aki jól kitölti, hogy utána beülnek egy Teslába, és akkor kocsikázunk. Tehát ez is nyilván egy motivációt, egy ilyen kis mézes madzag, vagy nem tudom, minden lehet mondani. Nyilván, ha valaki jó értékesítő, akkor törekszik arra, hogy minél hatékonyabb legyél ugyanennyi idő alatt. És a figyelmet ugye sokféleképp meg lehet ragadni, nyilván kell jó előadó hozzá, akinek jó előadó készsége van, lehet, hogy egy kis humorérzéke is, jó analógiákat használ annak érdekében, hogy a megértés létrejöjjön. És hát ugye, hogyha van egy kis jutalom a végén, azt nagyon szokták szeretni, főleg a fiatalok. És én azt gondolom, hogy ha kapnak egy ilyen elismervényt, hogy részt vettek egy ilyen lokális szennyezéssel kapcsolatos, ami jól kitöltöttek, és utána meg is kocsikáztattuk gyakorlatilag, idézőjelben az elektromos autók Szent Grájában, mert egyelőre nem látszik, hogy valaki itt a trónt, itt bármilyen szinten, bár itt vannak olyan influencerek, akik Tesla killereket emlegetnek, hogy gyártás alatt van már. De hát amíg laptopról frissítik ezeket a Tesla killereket, addig azért nem aggódom, hogy itt nagy csoda történik, de hát nyilván mindenkinek megvan a motiváció, hogy mit miért mond, azt tiszteletbe kell tartani természetesen, de hát a tények azért azok csúnya számok, a csúnya dolgok. Én mindenképp azt gondolom, hogy egy legjobb autóba ültetni, elég valószínű egyébként, hogy a Teslának lesz szerintem egy olcsóbb, kisebb méretű autója is, európai gyártásban is, egyébként néhány éven belül, amivel szintén egy óriási piacot fog tudni magának szerintem megszerezni.
Úgyhogy nagy valószínűséggel előbb-utóbb mindenki nagyobb lesz, akik most gyerekek, Teslába előbb-utóbb bele fog ülni, és kapcsolatba kerül vele. Szóval én azt gondolom, hogy ez volt az oka, ez egyik legfontosabb oka. Azért is az a neve az autónak, ha látod, hogy klímavédő. Igen. Az első pillanatban ezt a nevet írtuk be, ott mikor átvettük Münchenbe az átadó centerbe. És ez az elsődleges cél. Másodlagos, hogy eljárunk rendezvényekre, például ilyen vezetőképzőkre, ahol ugye azok a vezetők, akiknek még nincs ilyen autójuk, de szeretnének, hogy az élményt megtapasztalják. Ott van tesztvezetés is egyébként, és ott is feltétlenül fontos, hogy a pilóta üljön bent, aki ért az elektromos autózásnak a háttér történetéhez is, hogy egyáltalán ez mit jelent elektromos autót használni a gyakorlatban. Nem csak a teljesítményt, meg az önvezető rendszert megmutatni. Tehát ez a terv, és ugye ami a nehézség nekem ebben, és majd remélem, hogy ebben találok majd támogatókat, akár a YouTube nézők közül, hogy olyan cégeket megkeresni, akiknek nyújtom ezt a szolgáltatást, hogy kapnak egy lokális szennyezés vagy előadást, megkocsikáztatom a csapatot, és ugye abból a bevételben, hogy az iskoláknak általában nincs pénzük erre. Mert egy ilyen két órás program, ez olyan 60 és 100 ezer forint közötti összeg nagyságrendileg rezsibe. És ahhoz, hogy ezt meg lehessen finanszírozni, ahhoz kellnek a cégek, vállalkozások. Igen. És gyakorlatilag ugye ahányszor elmegyek egy iskolába, ugye amellett, hogy a céget megkocsikáztatom és megismerik a Teslának, meg az elektromos autózásnak a jelenét és ezen keresztül a jövőjét. Ők hozzájárulnak minden egyes cég ilyenkor 3, 5, 8, 10, 20 iskolához, hogy utána ingyen el tudok oda menni. És minden iskolába készül egy videó, ami felkerül ugyanúgy a csatornára, és megjelenik a végén, hogy az ő támogatásuk nélkül nem jöhetett volna létre. Tehát, hogy eznek van egy ilyen emberi oldala is, én azt gondolom. Mert szerintem a fiataloknak a felvilágosításához hozzájárulni, ez egy nagyon nemes dolog. Ez így van. És hát ebbe keresek gyakorlatilag majd usereket. Hát most az iskolai oktatás, meg iskolai vezetés azért ez egy picit most nehéz, mert a Covid miatt, ami megy. Igen. Mert ma még nyitva vannak, holnap már nincsenek, úgyhogy nem egyszerű projekt. De abban bízom, hogy azért ez itt tavaszra azért ez helyreáll, és akkor ezt a programot el lehet jól indítani. Performance, miért választottam még performance? Ugye ez a legfontosabb. A másik, hogy ha prezentálsz, akkor próbálj a legjobban prezentálni, hogy mit tud egy autó. Egyébként én ültem long range-be is. Én szerintem a futóművön egy nagyon picit azért lehet érezni, a kerekeken is más a tapadás, más a kanyarsebesség. Tehát szerintem azért a performance-n átrajzolták egy kicsit a futóművet is. A stabilitásra jobban ráfeküdtek, erősebb fékek vannak benne. Nyilván nem volt téma, hogy most egy midrange-et vagy egy standard range plusz-t vegyek, az nem is került szóba. Nyilván, hogyha csak családi autóként akartam volna menni, akkor a long range ez biztos hamarabb terítékre került volna. Egyébként meg szeretek sportosan vezetni, úgyhogy ez is ezt az irányt támogatta, hogy én megmondom őszintén, hogy nagyon mindent tiszteltem azok, aki az elektromos autós pajtásaimé, akik ilyen amper vadászként, mint a Tomás barátom például, aki képes az i3-as BMW-jével 10 kWh-s fogyasztással, vagy még az alatt is menni, még képes arra is, hogy a dögmelegben nem használja a klímát, csak hogy mindig kevesebbet fogyasztol az autója. Szóval én ennél sokkal gyarlóbb vagyok, úgyhogy én kinyomom a szemét ennek az autónak, bocsánat, hogy ilyen durván fogalmazok, ilyen 70-es év alatt vagyok, úgyhogy itt még egy kicsit más a szókincs. Úgyhogy én a sportos autózásnak a lehetőségét ezt maximálisan kiélvezem. Én úgy vagyok vele, hogy ha a munkám révén már egy ilyen autóba üdögélek, akkor élvezzem ki annak az előnyeit. És én meg úgy gondolom, hogy egy átlagosnál egyébként jobb kvalitású sofőr vagyok, mert azért látom az autós társaimat, hogy vezetnek. És minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy én tényleg élvezem azt, amit ez az autó nyújtani tud. Nem túl szélsőségesen. Még végre sem nyomtam ki neki, hogy 266-ot tényleg megye, vagy 262-t, vagy valami ilyesmi megy végre, mert német, mikor hoztuk be, akkor azt hiszem 238, vagy 240-ig. Ezt csak kipróbáltam, de... Szóval...
illetve ez egy jó sztori, na, a Teslát is benne, ez egy jó sztori. Bármi bajod van, beülsz az autóba, berakod sportba, nyomsz két padlót, és minden bajodat elfelejtetted szinte. Nyilván bizonyos keretek között, de egy óriási élményt nyújt. Nekem talán egy Lexus RX 400 hibrid voltam az első autó, ami ilyen mosolyt rázott a fejembe. Hogy abban is két elektromotor volt, és 800 Nm volt 0-tól 20-ig, és óriási gyorsult, egy 2,2 tonnás autó, 6-2 alatt 100-on az óriási élmény volt. És hát ez meg ugye az elektromos autók meg ugye rátették az IREA pontot. Úgyhogy ilyen ez a performance-os, hát ültél már performance-ba, vagy csak? Performance-ba még sajnos nem, egy long range all-wheel drive-os Model 3-ba ültem. De hát az is egy kisebb, vagy akár egy SUV felépítésű elektromos autóhoz képest is egy egész más élmény nyújtott. Tehát mind gyorsulás, mind kényelem. Mit nyújtott neked elsőre élményként egyébként ahhoz, hogy beültél mondjuk? Ugye ültél előtte már hány elektromos autóban? Igen. 5-6-ba? Hát egy 5-6 elektromos autóban előtte ültem. És mi volt a legfontosabb különbség, amit mondjuk a Teslánál megtapasztaltál egyébként? Hát számomra én azért tehát én azért vizuálisan is néztem a letisztultsága, és az a teljesen egyénileg kialakított belső tere. Tehát ez a stílus tetszik neked, ez egy minimalista. Ez a minimalista, igen. Nem mindenkinek tetszik egyébként, igen. Mert van a baráti körömben olyan, aki... Igen. Egyébként van olyan is, aki használja, élvezi az előnyeit, de egyébként nagyon nem tetszik neki. Igen. Olyan is van, akinek nem tetszett, de megszerette. Igen. Tehát eltelt egy 3 hónap, és utána rájött, hogy neki bejön ez a stílus. Igen. Tehát a minimalista dizájn ez bejön design, neked. Igen, illetve az, hogy milyen okosan vannak, tehát hogy mindent egy kezelőfelületről a óriási méretű kijelzőről tudunk vezérelni, és nincsen felesleges. Ha megnézed a konkurenciát, elindult ebbe az irányba mindenki. Így van, mindenki ezt követi, tehát ha akár a... Még ott van egy-egy műszer középen, de gyakorlatilag meg kiteszik ide. Igen, a... akár az ID3-at nézzük, vagy azt hiszem... Azt ne nézzük, mert az ID3-ról elkezdünk beszélgetni, akkor én kitépem a maradék hajamat. Igen, hát abban szerintem mindenkinek van egy-kettő. Hát én arra leszek nagyon kíváncsi egyébként, hogy ha egy szó erejéig ID3-azunk, hogy én nekem minden tiszteltem a nekem is volt Volkswagen Golfom, több is, nagyon szerettem őket, kurva jó autók, nagyon stabil, iszonyú jó futóművel. Tehát azért, ha valaki Golfot vesz, az azért vett Golfot, mert az hozta a kötelezőt, és sőt azon felül is nem volt többször az év autója. Tehát motorja is, az 1.4 TSI motorja is többször az év motorja volt, mit tudom én. Szóval nekem volt ugye 1.4 TSI motoros Golfom is, nagyon szerettem, Passatom is volt. Szóval nincsen nekem ezzel semmi bajom, de azt gondolom, hogy ők most valahol luftot rúgtak, és nem sikerült nekik ezt a váltást úgy átvinni, ahogy ők ezt elképzelték. És nekem ezzel semmi bajom nincsen. Akkor szoktam csak így kicsit feszültebb lenni, amikor olyan kommunikációt folytatnak, amihez semmi köze nincs a cégnek per pillanat. Tehát ez a Volkswagen botrány, ez egy jó példája volt annak, hogy milyen szintre húzták a hülyérevevést, és én azt gondolom most is, hogy karcolgatják ezt a történetet. Én arra leszek kíváncsi, hogy amikor átadják Magyarországon az első 100-at, igen. Vagy nem tudom, 200-at adtak el itthon, ID3-at, azt hiszem. Tudom én is, igen, 200 körül, de és akkor hát kíváncsi leszek, hogy mennyire lesznek normális fórumozók, tehát ön értem, hogy aki becsülete ki is írja, hogy mennyi nyugje van. Így van. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az első 2-3 hónap az azért ki fog derülni, hogy mennyi baj van vele, mert itt van ez a Renault Zoe is, és Attila barátom is belinkelt a fotót legutóbb, hogy 1200 km volt az autóban, és akkor a ház előtt kiírta neki egy nagy piros fegyirattal, hogy igen, hajtómű hiba. Igen. És akkor gyakorlatilag 10-es kulcssal küldi az asszonyt most már vezetni a Renault Zoe-val, a legújabbal. Egyébként nem értem a franciákat, hogy miért nem tudják koreaiak vagy japánokra bízni a szoftver megírását sokkal. Igen. Kevesebb prób. De állítólag én most azt hallottam, de javíts ki, hogyha nem, vagy ha meg tud erősíteni, hogy állítólag a kínaiak írták meg nekik a szoftvert az ID3-hoz, állítólag ők voltak, akik. Erről nem hallottam, de hát ha így is van, akkor is azért... Hát azért a kínaiaknak van múltjuk egyébként az elektromos, nagyobb múltjuk van, mint Európának az elektromos autózásban. Az, hogy ők mekkora a sikereket értek el, meg milyen stabil szoftverek, arról nem sokat tudunk mi itt szerintem Európában, mert nagyon nem jutott el hozzánk. De egy biztos, hogy én kívánom egyébként, hogy ez minél hamarabb kiforrott legyen,
mert ugye a célunk nem az, hogy most mindenkinek Teslát adjunk el, hanem minél több elektromos autóba üljön. Igen.